Sziasztok! Nos, eljött az ideje, hogy végre egy nyilvánosan a YouTube keretei között is beszéljek nektek az archenergetikáról. Ez az a módszertan, az a gondolatiság, az az életmód igazából, amin az elmúlt hónapok során dolgoztam. Sőt, már egy online kurzust is megtartottam róla, úgyhogy végképp úgy éreztem, itt az ideje, hogy megosszam veletek. Nem az egészet, mert az sok óra lenne, de egy részét elkezdem nektek itt csepegtetni. Mert szeretném, hogy minél többen megismerjétek ezt az abszolút ideológiamentes, leegyszerűsített, mégis hatékony módszertant. És ennek az első lépése, hogy elmondjam nektek, mi is az elmének a nyelve. Kezdjünk is hozzá! Mi az elme nyelve? Gondolod, magyar vagy angol, hogyha mondjuk valaki angol nyelvtől zenélt. De valójában ez jóval egyszerűbb. Olyannyira egyszerű, hogy a világon mindenki beszéli. Mert az elme nyelve, az elménk, a tudatunk, az agyunk, az ugyanúgy működik kultúrától, vallástól, bármilyen társadalmi háttértől függetlenül. Ezért, ha megérted, hogy ez hogy néz ki, hogy működik, valójában hogyan kommunikál, és hogyan értelmezi az egész világot az elméd, akkor rá fogsz jönni, hogy mennyire univerzális, és mennyire könnyen hasznosítható, mennyire egyszerűen beépíthető. És szépen sorban igazából át fogja írni azt is, hogy az egész világot, a különböző jelenségeket értelmezni fogod. Mi az elmenyelve? Előfordult már veled, hogy mentél az utcán, és történt valami nagy csattanás, ami hatalmas hang, és így megrezzentél, megijedtél, hogy valahogy mi történt. És nézel körbe, keresed a hang forrását. De ezen gondolom, nem gondolkodtál el még, hogy pontosan mitől is féltél? Attól a hangtól féltél? Nem. Senki nem fél hangoktól. Attól tudunk félni, amit az a hang jelképez. Tehát történik egy hatalmas csattanás, és az elméden rögtön átfut, rögtön elkezdi értelmezni, hogy kikeresni a maga kis raktárából, könyvtárából, oké, ez a hang történt, ez ehhez kapcsolódik, mert már tapasztaltad, esetleg filmben hallottad, hogy valami. Gondolhatsz arra, hogy egy fegyver dördült el, baleset történt, valami felrobbant, lőttek, bármi, ami egy adott csattanáshoz nálad, benned hirtelen átfut. Szóval nem a hangtól, hanem a hanghoz kapcsolódó érzések, képek. Ezek azok, amik kiváltják a félelmet. És ez minden másnál is így van. Nem attól félünk, amit tapasztalunk, hanem ami az elménkbe ahhoz a tapasztaláshoz, érzéshez, élményhez kapcsolódik. De ezt tovább is lehet bontani, sőt, tovább lehet vinni nem csak a negatív irányba, hanem a pozitív irányban is. Esetleg hallasz egy csók, valaki csókot küldött, akár felé, akár másfél, de hallod ezt a hangot, ez is mennyire ez pozitív érzéseket fog belőled kiváltani, mert az elméd tudja, hogy ez a hang, ez csókot jelent. Ha negatív attitűdjeid vannak a csók hangja felé, akkor meg negatív érzéseket, de összességben megint történik egy hang, van annak egy értelmezési tartománya, gyorsan lefordítódik az elmédbe, ad neki egy értelmet, és utána az kivált belőled egyéb érzéseket, gondolatokat. Lehet, hogy valamit elindít benned. Tehát az elménk tulajdonképpen a felénk érkező impulzusokat, energiákat, hullámokat lefordítja, értelmezi. Ad nekik valamilyen jelentést. Ezt még tovább lehet bontani, tovább lehet vinni. Mondjuk vezetsz, vagy jogosítványod. Hogyan veszel részt a közlekedésben? Úgyhogy megtanultad a szabályokat. Megtanultad, hogy a piros lámpánál megállsz, a sárgánál kiszedett az indulásra mondjuk, a zöldnél elindulsz. Van egy tábla, az égnél meg kell állnod, máskor azt jelenti, hogy nem fordulhatsz le balra, de valójában az elméd megint kapott egy jelet, kapott egy impulzust, amit utána lefordít, értelmez, ad neki egy jelentés halmazt. Tehát az elménk szimbólumokban gondolkodik. És az egész világ
Bármerre nézel, bármit tapasztalsz, az egész világ szimbólumok halmaza. Szimbólumok útján igazodunk ki. Esetleg más embereken, a karrierünkben, a közlekedésben, mindenben. Fölmész YouTube-ra, vagy egy más közösségi médiában, ott vannak a különböző jelképek. És mindenket ott, oké, ez a mentés gomb, ez a letöltés gomb, szimbólumok, amik aztán jelentenek valamit, aztán elvisznek téged valahova. Ha lebontjuk az egész világot, és minden mélyebbre megyünk, minden konkrétan energiákról szól. Jönnek az energiák, az elméd értelmezi, ad egy jelentést, és te az alapján cselekszel, az alapján mész tovább, és éled az életedet. De ezt máshonnan is megközelíthetjük, hogy az elméd még mi mindenbe alkalmazza a szimbólumokat. Ha gondolod, most csukd le a szemed, helyezolod kényelembe, nyugi, most nem fognak hipotizálni, csak egy érdekes jelenségre hívnám fel a figyelmedet. Csukd le a szemed, és gondolj valami gyönyörű emlékre, ami eltölt téged a legfantasztikusabb érzésekkel. Megvan? Éld meg. Érezd át. És most kinyithatod a szemedet. Térj vissza. És most felidézed azt, amire másodpercekkel ezelőtt gondoltál. Mi volt előtted? Egy emlék. De ez az emlék valahol a múltban történt. Más helyszínen, esetleg más emberekkel voltál ott, akik most természetesen nincsenek körülötted. De egy éles képet láttál? Egy tiszta képet láttál? Egy film futott le előtted pont úgy, mint ahogy megtörtént? Nem. Annak az emléknek a szimbólumai maradtak meg benned. Az érzések, amik ahhoz az emlékhez kapcsolódnak. Esetleg egy apró részlet idéződött fel benned, vagy egy homályos kép, de az elméd tudta, hogy mi történt ott, mit idéztél fel, mi jelent meg előtted. És ez az a szimbólum, ami ahhoz az emlékhez kötődik. Lehet, hogy egy homályos kép, de virtuálisan megjelent az elmédben. Az elméd lefordította azt a szimbólumot, és eltöltött téged azok az érzésekkel, amik ahhoz kapcsolódnak. Ezért van az, hogy az emberek gyakran múltban ragadnak, vagy a jövőben vannak. Tehát nincsenek ilyen a jelenben, hanem múltban, jövőben folyamatosan el vannak veszve, vagy le vannak ragadva. Mindegy melyik irányba. Valami szimbólum ott volt az elmében, ami megidézett számunkra egy érzést, és kötődnek ahhoz az érzéshez, ami lehet negatív, lehet pozitív, de mindenképpen egy szimbólum. De mégis miért hívom ezt archenergetikának? Mindaz, amit az előző percek során elmeséltem nektek, ez az alapja. Ez az az alapgondolat, amit el kell sajátítani. Tudni az elme nyelve a szimbólumok nyelve. Szimbólumokkal tájékozódik, gondolkodik, emlékszik, vágyakozik. Ha van egy partner, vagy van egy esetet, hogy ilyen partnert szeretnél, akkor szimbólumok fognak eszedbe jutni, érzések fognak eszedbe jutni. Valaki leírja, hogy szeretném, hogy izmos legyen, vagy sötét hajú legyen, vagy alacsony legyen, vagy testes legyen. Ezek mind szimbólumok, amik számodra jelentenek valamit, valamilyen jelentéstartalommal bírnak. Megtestesítik azt, amire vágysz, amire szükséged van. De még egyszer, ezek szimbólumok. És az archenergetikának pontosan az a lényege, hogy megkeressük azokat a szimbólumokat, amik akár univerzálisan, az egész világon az emberek 99%-ának ugyanazt jelentik. Tehát jön ez a szimbólum, és mindenkiben ugyanazok az érzések, élmények jelennek meg, amik ahhoz a szimbólumhoz kapcsolódnak. És ennél tovább menve megkeressük azokat a szimbólumokat, ami egyénenként neked a te szimbólumod. És neked segít abban, hogy a világot jobban fel tud fedezni, magadat jobban megismerni, másokon jobban kiigazodni. És ha ismered az univerzális szimbólumokat, és ismered a te saját szimbólumaidat, mennyivel könnyebb és egyszerűbb lesz kiigazodni az egész világon, és mennyivel könnyebb lesz igazából kommunikálnod az elméddel. Mert tudod befolyásolni azokat a szimbólumokat, amik benn vannak. Tudod befolyásolni adott szimbólumrendszer, az milyen hatással van rád, milyen érzéseket vált ki benned. Mert ami az elmédben van, az valójában nincs ott. Azok mind virtuális
élmények, a gondolatok, érzések, emlékek, vágyak, azok mind virtuálisan vannak ilyen az elmédben. És mivel virtuálisan, holografikusan, szimbolikusan vannak jelen, ezért minden hatalmad megvan ahhoz, hogy ezt megfelelően használd, és felhasználd, és átalakítsd, és megteremtsd azt a belső szimbólumrendszert az elmédnek, ami által még könnyebben tudsz kiigazodni a világba. Még könnyebben meg tudod teremteni magadnak azt a valóságot, amit valójában megérdemelsz. Azt, amire igazán vágysz, ami a szíved, lelked legtisztább, leghőbb vágya. Ilyen egyszerű. Hamarosan még tovább megyünk az archenergetikába. Szeretnék veletek minél több mindent megosztani. Mert azt szeretném, hogy sikerre vigyetek mindent. Azt szeretném, hogy boldogságban éljetek. Hogy meg tényleg meg tudjátok teremteni magatoknak azt a valóságot, ami eddig esetleg meg volt tagadva tőletek. Ami eddig esetleg el volt zárva előletek. De mégis minden erő, minden hatalom ott van benned, hogy elérd. És senki, és semmi nem veheti el tőled. Csak el kell indulnod az úton. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és találkozunk a következőben. Sziasztok!